köszöntöm a nézőket. Gazdasági konzultációra hívta a Székesfehérvár önkormányzata a fehérvári vállalkozásokat a járványhelyzetben. Megszülettek az eredmények, ezzel kapcsolatban itt van velem a stúdióban vendégem Lernár Zsolt alpolgármester. Köszöntöm itt a stúdióban. Köszöntöm, köszönöm szépen a lehetőséget, és szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Igazából a veszélyhelyzet idején született meg ez az ötlet, ugye, hogy legyen egy gazdasági konzultáció. Mi is ez pontosan? Igen, augusztus 20-án, hát most elnézést, április 20-án az első hullámban tulajdonképpen előrevenve, egy kicsit előre nézve, előre tekintve fogalmazódott meg a városvezetésben, hogy a fehérvári vállalkozásokkal összefogva, hogy tudunk kilábolni a hullámból, ebből a gazdasági hullámból, és hogy tudunk újraindítani. Tulajdonképpen ez volt a gazdasági konzultációnak a lényege. Hogyan tudtak kommunikálni önökkel ezek a vállalkozások? E-mailen elsősorban a gazdasági konzultációkukat székesfehérvár.hu e-mail címre érkeztek e-mailek, megkeresések. Mit lehet tudni ezeknek a számáról, hogy mennyien keresték fel önöket? Körülbelül 30 darab, pontosabban 30 darab e-mail érkezett erre az e-mail címre. Mit lehet tudni ezekről a megkeresésekről, milyen jellegűek voltak? Többfajta megkeresés érkezett. Én leginkább három kategóriába sorolnám a megkereséseket. Voltak úgymond javaslatok, voltak kérések, és voltak felajánlások. Melyik volt a legtöbb? Hát a kérés, természetesen kérés volt a legtöbb. Ez mintegy 20 volt, tehát hogyha matematikailag nézzük, akkor a kétharmada kérés volt. Majd meg is beszéljük ezeket a kéréseket, de ami még engem így érdekel, hogy a felajánlásoknál mi az, amik érkeztek, mire lehetett számítani a vállalkozásoktól? Érdekes volt természetbeni és nem természetbeni felajánlás. Nem természetbeni például egy vállalkozás egy munkapszichológust ajánlott fel, pontosabban a saját tudását ajánlotta fel az újrakezdéshez, visszaintegrálódáshoz, illetve ugye az online és a home office-nak az időszakát éltük az első hullámban, tehát ebben segített a felajánlás. És még milyen voltak gondolom olyan anyagi jellegű? Anyagi jellegű, így van, a két nem természetbeni, vagy természetbeni volt. Ez érdekes volt, egy kávé adomány érkezett az önkénteseinknek, egy kaposvári székhelyű kávépörkölő üzem, az egyik tulajdonos, a társtulajdonos a székesfehérvári, és az önkénteseknek, segítőknek ajánlott fel kávét. Ezek természetesen továbbításra is kerültek az önkénteseinknek, illetve a szervezeteinknek, úgy, mint a Frimjaka Készségfejlesztő Központnak, akkor az Alba Bástya családvédelmi és gyermekvédelmi irodának. Ugye javaslatok is érkeztek, hogyha jól tudom. Milyen javaslatok születtek? Hogyha jól olvastam, akkor a tömegközlekedéssel kapcsolatban voltak javaslatok. Igen. Tömegközlekedésben így van, meglepően sok javaslat érkezett. Tehát itt elsősorban a kerékpárutakra, valamint a közösségi közlekedés, tehát az autóbusz használatára. Javasolták például, hogy csuklós buszokat állítson be a szolgáltató Holánbusz, mert itt a távolságtartást jobban tudják biztosítani, illetve a távolságtartás betartására figyelmeztettek, hogy felhívták rá a figyelmünket. Akkor megragadva a klímavédelmet például elektromos buszok használatára, hogyha legközelebb majd autóbuszokat szerez be a város, illetve a szolgáltató, akkor ezek elektromos buszok legyenek. Tehát ezek voltak leginkább a legérdekesebb, illetve a legérdekfeszítőbb hozzászólások. Most a csuklós buszokkal azt nem tudom, hogy mi van, de hogy az elektromos busz az már úgy elindult. Ha jól tudom, akkor az Ikarusznak egy busza járni fogja majd a várost egy hónapon keresztül. Nem tudom, hogy ezzel most mi a helyzet. Igen, van egy ilyen zöld busz mintaprogram. Ez több, az ország több nagyvárosában indul. Nálunk Székesfehérváron januárban fog ez az elektromos, Ikarusz elektromos busz közlekedni. Ezt majd díjmentesen tudják használni a fehérváriak. Mindig más-más útvonalon, minden nap más útvonalon fog majd közlekedni, azt elárulhatjuk. És akkor ez egy ilyen kezdete lehet annak, kezdete, hogy majd esetleg a város így az van, nyit. Így van, és ajánlották és javasolták, hogy az Ikarusz gyárat
élesszük fel, segítsünk a fejlesztésében az autóbuszgyártásban, és ez úgy néz ki, hogy ez sinem van, ez majd sikerülni fog. Úgyhogy újból, hát most elektromos autóbuszok városa leszünk majd. Reméljük a közeljövőben, hogyha a szolgáltató is ezeket fogja beszerezni. Ugye mondta, hogy a közlekedéssel kapcsolatban érkezett a legtöbb megkeresés, és a segítségkérés is ugye nagy számban volt, azt mondta nekem. Igen. Az egészen pontosan mit jelent, mondjuk, ha itt számokat nézzük, hogy hány vállalkozás kért segítséget, és milyen jellegű segítséget várnak, vagy vártak? Maga a gazdasági konzultációra, ugye én említettem, 20 vállalkozás kért segítséget. Hát különfélék. Volt, aki jogi tanácsadás, szabály, értelmezési problémát, vagy szabályértelmezésben kért segítséget. Volt olyan vállalkozás, nem is kettő, akik a kieső bevételeket próbálták a gazdasági konzultáció keretén mérsékelni. Leginkább ugye természetesen ugye az első hullámban ezt tudjuk, hogy a vendéglátás, a turizmus, a rendezvényszervezés, de különböző területek elég sok számban érkeztek hozzánk ilyen jellegű kérések. Volt például olyan vállalkozás, aki munkabéreket kért, hogy most nincs munkabére, nincs lehetősége fizetni munkabért, próbálja meg a város fizetni munkabért, de bevallom őszintén, hogy nem ez volt a célja a gazdasági konzultációnak. Itt az újraindulás közös gondolkodás volt. Ugye el is indult a segítség, és ráadásul úgy indult el ez a segítség, hogy az önkormányzat sincsen könnyű helyzetben anyagilag, hiszen vannak kiadások. Tehát nincsen annyi bevétel sem, hogy mondjuk is a kiadások az a járványhelyzet miatt növekedtek. Igen, májusban kellett a rendeleteinket, tehát a költségvetést is módosítanunk, tehát elég nagy 7,5 milliárd forinttal csökkentettük a költségvetésünket. Ez nagyon, nagyon nagy szám, hogyha az iparűzési adót nézzük. Tehát nyilván nem lesz annyi bevétele a városnak, bár azért most már így a második hullámban mondanám, hogy igaz, a gazdasági konzultáció továbbra is létezik, de ugye mind a város, mind az országvezetésnek az a célja, hogy ne álljon le a gazdaság. Tehát a város gazdaságának működnie kell, ameddig lehet, addig működjön. Tehát ez mindenféleképpen egy határozott célja a vezetésnek. Igen, különböző adók díjak mérséklésével járult hozzá az önkormányzat. Ilyen például nem lakás célú bérleti díjak csökkentése, ez 24 vállalkozás kért, és 26,5 millió forinttal segítette így ilyen mértékben az önkormányzat a vállalkozókat. Akkor ugye jött a közterület foglalási díj, gyakorlatilag ez ugye december 31-ig eltörlésre került, majd egy újabb rendelet módosítással jövő év március 31-ig kerül eltörlésre, ez körülbelül 7 millió forintot jelent így a város bevételeiből való átcsoportosításra. Akkor 81 magánszemély és nem magánszemély kérte a lakhatási támogatást, illetve szintén a bérleti díj mérséklését. Ez szintén 9 millió forint volt. Akkor a városgondnokságon keresztül a piacüzemeltetés, mind az iparci piac, mind pedig az élelmiszer piac üzemeltetését segítette olyan értelemben a város, illetve hát a termelők, árusoknak a költségcsökkentését. Mintegy 140 asztalról beszélünk, 83 őstermelőről és 88 kereskedelmi egységről az élelmiszerpiacon. Itt 6,6 millió forintot segítette tulajdonképpen a város, tehát ennyit nem kellett megfizetnie. Az iparcikk piac esetében 73 kereskedőnek gyakorlatilag 6 millió forintot engedett el. Ez ugye annyiban kiegészül, hogy áprilisban, májusban, egy márciusban, áprilisban, amikor akik nem tartottak nyitva, azoknak egyáltalán nem kellett fizetniük. Nyilván ugye a kereslet is alacsonyabb volt, itt egy 50%-os bérleti díj megfizetésével adott kedvezményt az önkormányzat. És ugye az állammal közösen adójellegű kedvezményekben is részesülhettek a vállalkozások?
Így van. A helyi iparűzési adónak gyakorlatilag 5. ó 30-áig kellett volna megfizetni, ez 9. ó 30-áig történt az elcsúsztatása a befizetésnek. Úgy említette itt a kerékpárutakat is, hogy a kerékpárutak fejlesztése is voltak javaslatok. Most elmentünk az elektromos buszok meg a buszok irányába, a tömegközlekedés irányába, de mi a helyzet a bicikli utakkal itt a városban? Jelentős, mind Európai Uniós forrásból, mind pedig önerőből jelentős kerékpár útfejlesztési programba kezdett a város. Ugye most így az elmúlt közgyűlésen is, az október 16-ai közgyűlésen is egy fejlesztésről döntött a közgyűlés, meg azt megelőzően is. Körülbelül mint egy 18 kilométer kerékpárút építéséről határoztunk, plusz 5 kilométer, ami a déli elkerülő út építésével fog megvalósulni, vagy mentén fog megvalósulni. Ez körülbelül ez 5 kilométer, körülbelül 23 kilométer lesz a új kerékpárutaknak a nagysága a városunkban. És természetesen kapcsolódunk a Budapest-Balaton kerékpár úthálózathoz is. Különböző segítségeket adnak, ugye? Létezik egy mikrohitel is a vállalkozások számára, a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványon keresztül. Mit lehet tudni erről a mikrohitelről, amit a vállalkozások igénybe vehetnek? Igen, gyakorlatilag ez egy 10 millió forintos kamattámogatott, mikrohitel kamattámogatott program. Ezt 23-an vették igényben, augusztus 31-ig volt egyfajta hitelfizetési moratórium. Ez olyan sikeres volt, nem csak a moratórium, hanem maga ez a mikrohitel, hogy jövő évre szintén meghosszabbította a város a regionális vállalkozásfejlesztési alapítvánnyal ezt a konzorciumot, úgyhogy RVA-tól is azt a tájékoztatást kaptuk, hogy nagyon nagy a keletje, függetlenül, hogy most Covid van, vagy nincs Covid. A másik jellegű dolog az 5 milliárd forintos tőkebefektetési alap. Ez az RVA-val, szintén a regionális vállalkozásfejlesztési alappal, valamint a Magyar Fejlesztési Bank Invest, illetve Focus Investel közösen hozta létre a város. Gyakorlatilag itt működő vállalkozások tőkésítéséről, feltőkésítéséről van szó, akik tőke problémával, vagy nagyobb tőke bevonást szeretnének, egy-egy fejlesztést megfinanszírozni, az mindenféleképpen egy hasznos dolog ez esetben. Itt feltétel az, hogy legalább 2-3 év lezárt éve legyen, sikeres lezárt éve legyen a vállalkozásnak. Annyi az előnye a tőkefejlesztési vagy tőke alapnak, fejvári tőke alapnak, hogy nem kell havonta törleszteni, tehát van egyfajta rugalmassága, egyfajta szabadsága a vállalkozásnak. Végén lehet akár egy összegben visszafizetni ezt a tőkenagyságot, és nem kell jogi biztosítékot adni, tehát nincs kezességvállalás, illetve nincs ingatlan dologi kezesség, illetve ingatlan fedezet ezekre. Ugye mondta, hogy 2-3 évesnek azért meg kell lennie a vállalkozásnak. Igen. Egyébként más kritérium van-e? Tehát, hogy hány főt foglalkoztat, hogy ez egy kis vállalkozás, egy középvállalkozás, van-e ilyen kritérium? Nincs ilyen kritérium. Gyakorlatilag az RVA kollégái szíves felvilágosítást adnak ebben, tehát segítenek az űrlapok kitöltésében. Ez a Budai út 9-11 szám alatt a második emeleten található a regionális vállalkozásfejlesztési alapnak a központja, valamint van egy e-mail címe szintén a tőkealapnak, a fehérvártőkealap.hu. És akkor azon lehet esetleg tájékozódni, és ott lehet esetleg űrlapokat is letölteni. Igen, letölteni, aztán nyilván az útvesztőkbe pedig segítenek az RVA munkatársai. Itt amikor a mikrohitelről beszélt, akkor aztán már át is váltottunk így az 5 milliárdos tőkealapra. Tehát hogy a mikrohitelnél ott mekkora hitelösszegre lehet gondolni, és hogyan lehet elérni ezt a hitelt? Pontos hitelösszegről szintén az RVA tud felvilágosítást adni, ez pár millió forintos fejlesztési hitelekről van szó. Én úgy tudom, hogy likviditásra is lehet ezt használni, tehát elég népszerű. Igen.
Ugye a veszélyhelyzet idején hirdették meg ezt a gazdasági konzultációt. Hogyan látja most, azért nem kevés vállalkozás jelentkezett, és jelezte, vagy egy javaslattal, hogy akkor ő erre így reagál. Mit gondol erről a gazdasági konzultációról, mennyire volt eredményes eddig? Hát tulajdonképpen, ha belegondolok, akkor félig meddig, tehát hogy jöttek javaslatok, de ugyanakkor maga, én őszintén megmondom, magát a célját úgy nem érte el, hogy most egy platform jöjjön létre, hogy tudunk kilépni, mint fehérvári vállalkozások, tehát inkább ez a segítségkérési platform volt az erősebb, tehát ezt a részét én bevallom őszintén, hogy nem váltotta be. De ez a gazdasági konzultáció, ez még most is létezik, most is lehet jelentkezni. Igen. Mióta azt gondoltuk, hogy lezárodott, de nyilván ez még nem zárodott le, nem érkeztek annyira megkeresések, ha jól tudom, de hol tudják felkeresni önöket továbbra is? Gazdasági konzultáció kukac.székesfehérvár.hu honlapon. Ugye most a második hullámában járunk. E-mail címen. Ja. A második hullámában járunk sajnos a koronavírus járványnak. Ugye az a cél, hogy ne álljon meg a gazdaság se országosan, se itt helyi szinten. De biztos, hogy vannak olyan vállalkozások, akiknek nehézséget okoz ez a mostani helyzet. Mennyire tud segíteni most még az önkormányzat? Ugye ebbe az évben már próbáltad, hogy hogyan lehet előre készülni a következő évre, vagy felkészülni? Bevételekkel és kiadásokkal számolva. Tehát ugye az önkormányzat eddig is tartalékol, tehát ez nagyon nagy szerencs, hogy tartalékol az önkormányzat. Én a vállalkozásokat is tudom, hogy ebben a helyzetben nem könnyű, de hogy arra szeretném kérni, és illetve sarkalani, hogy azért valamennyi tartalékot ők is képezzenek. Tehát hogy ez bizonyított sajnos így a világ fordulás, ez az új Covid vírus, hogy gyakorlatilag az egyik pillanatról a másikra megjelent a gazdaságban, és nem volt mihez nyúlni. Akinek nem volt félretett tartalék, sajnos ez nagyon, az elesett, tehát az nehéz. Lehet arra számítani, hogy úgy, ahogy a járvány első hullámában voltak bizonyos kedvezmények, tehát hogy mondjuk így az iparűzési adó befizetési kötelezettség az tolódott, lehet-e azt tudni, hogy most is tervez-e ilyet az önkormányzat? Ameddig a takarónk ér, tehát igen, szeretnénk, tehát ezt majd most fogjuk majd megvizsgálni egyébként, hogy meddig lehet, de nyilván az önkormányzat ez nem vállalkozás ellenes, vállalkozópárt, és szeretnénk természetesen, tehát a fehérvári gazdasági szféra érdekeit nézni. Ugye elmondta ön is, hogy ugye a vállalkozások jó lenne, hogy a tartalékot képeznének. Vannak olyan nagy vállalkozások itt Fehérváron, akik azért felajánlották a segítségüket, hogyha jól tudom, az első hullámban. Most a második hullámban mi a helyzet? Szintén vannak vállalkozások, akik nagyon szép számmal ajánlottak fel adományokat az adományszámlánkra, tehát minden köszönet tényleg a vállalkozásokért, és azoknak a magánszemélyeknek is egyúttal meg köszönöm, akik szintén adományokat ajánlottak fel, és itt külön talán a nyugdíjasokat is meg kell említeni, igaz, hogy az 5000 forintos fehérvári kedvezményt azt igénybe vették, de számtalan esetben bizonyították, hogy be is fizették az adomány számára, átutalták, vagy tovább utalták. Úgyhogy köszönjük szépen nekik. Még ez egy ilyen páratlan összefogásról tanúsított. Igen, most is mondja, hogy mennyien segítettek, ugye akkor is még a beszélgetésünk elején elhangzott ez a kávés segítség is. Esetleg ilyen felajánlások is érkezhetnek továbbra is, ugye, mert ezek is segítségek. Igen. Igen, természetesen, és a teljesség igénye nélkül mindenféleképpen megemlíteném még, hogy az egyik szálloda pedig egy személyautót ajánlott fel gépkocsi vezetővel együtt a városnak, és ezt a humán szolgáltató intézet vette szárnyőjele, hogy elsősorban szállítása, tehát hogyha maszkot, kesztyűt, fertőtlenítőszert kellett az egyik helyszínről a másik helyszínre szállítani, akkor ezzel prémen nagyon könnyen megoldották, úgyhogy köszönet érte.
A javaslatokhoz visszatérve, tehát voltak számos olyan javaslat érkezett, ami megvalósult párhuzamosan, vagy kicsit később. Tehát ilyen volt például a központi szűrés, hogy szervezzen a város központi szűrést egy különített helyen. Ugye hát aztán később az országos szűrő programban részt vett Székesfehérvár, ugye az Aréf csarnokban. Akkor volt egy ilyen javaslat, hogy legyen egy vírusraktár, ezt a Városgondnokság szintén megvalósította ezt a vírusraktárt. Most a második hullámban már innen a fertőtlenítőszerek, maszkok, kesztyűk innen kerülnek kiszállításra. Úgyhogy lehet azt mondani, hogy tényleg hasznos hogyha volt. Felkeresi önöket egy-egy vállalkozás, vagy nem tudom, hogy magánszemély is írhat-e egyébként bármilyen javaslattal, hogy ezeket azért fel tudják használni. Igen, természetesen így van. Igen, hát elsősorban a javaslatoknak a nagy többsége az magánszemélyektől érkezett, tehát magánszemélyeken keresztül. Úgyis, mint vállalkozás tulajdonos, hogy érkeztek be az e-mail címre. Igen. Tudom, hogy nem annyira a gazdasági konzultációhoz tartozik, de azért mégis megkérdezem, hogy most egyébként hogy áll így a város felkészültség szempontjából? Tehát, hogy ebben a raktárban ott vannak-e még ezek, vagy van-e még tartalék, amihez lehet nyúlni így van. A járványhelyzetben? Van szerencsére, tehát a járvány első hullámában. De azt gondoltuk, hogy túlbiztosítottuk magunkat, de ez a második hullámban ez bizonyítja, hogy ez nem volt egy rossz cselekedet, jó cselekedet volt így tartalékolni, bespájzolni, tehát ez van szerencsére, úgyhogy most így biztonsággal vagyunk egyelőre. És akkor itt vagyunk ugye október vége fele most már lassan, tehát ez a gazdasági év már lassan így letelik. Lehet tervezni a következőt, és akkor lehet most még továbbra is jelezni ugye azt, aki bajban van, aki szeretne segítséget kapni, lehet az önkormányzathoz fordulni. Igen, lehet. Lehet, de például jogalkalmazásban, jogkövetésben, például családi óvodák, családi bölcsödék, alapítványi óvodák, alapítványi bölcsödék például, abban kértek segítséget, hogy rájuk vonatkozik-e ez a paragrafus, vagy tehát ilyen jellegű kérdések is voltak, úgyhogy és ezt azonnal meg tudtuk válaszolni, tehát kvázi így segítettünk ezeknek a, hát ők is vállalkozások. Igen. Szóval nem csak anyagi segítséget lehet akkor tényleg fordulni, hanem akinek bármilyen vagy meglátása van, jogoslatlata van, vagy pedig bármilyen kérése van, akkor az önkormányzat tud segíteni. Igen. Jó, és akkor mondjuk el azt még egyszer, hogy akkor a gazdasági konzultációval kapcsolatban hol tudja felkeresni az önkormányzatot az, aki szeretne vagy kérés vagy javaslatot tenni? Gazdasági konzultációkukat székesfehérvár.hu e-mail címre lehet írni. Várjuk a javaslatokat, kéréseket, ötleteket. Köszönöm szépen, hogy a vendégem volt itt a köztérben, és egy kicsit jobban megismerhettük, hogy mi is ez a gazdasági konzultáció, és amit én nem tudtam, hogy ez még folytatódik, tehát hogy továbbra is lehet jelezni. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. A köztérben Lerner Zsolt alpolgármester volt a vendégem. A téma pedig a gazdasági konzultáció volt, amit a város önkormányzata indított el még a járványhelyzet idején. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra.